18 éves korom óta önállóan gazdálkodom. Szüleim, ők szeretették velem meg ezt a életformát. Azóta mi is megpróbáljuk a gyerekeinknek is átadni ezt a tudást. Egy hektár körüli fóliás termesztésben foglalkozunk szamócákkal, és elsősorban, ami az erdei szamócára hasonlít, olyan fajtákat próbálunk keresni, hogy természetes úton beérő, a nagyon jó ízű szamóca és nagyon ízletes. Tehát ez egy külföldi szemben ez biztos, hogy sokkal-sokkal minőségibb. A piac megköveteli most már a minőséget. Minél korábban ilyen 5 órai kezdés van általában nálunk, és olyan maximum 11 óráig engedjük szedni a szamócát, hogy hűvös maradjon, tehát hideg maradjon még a szamóca, ne forrósodjon föl. Ez innen bekerül egy hűvös válogatóhelyiségbe, ott kiválogatjuk, és innen kerül továbbítás a nagybani piacra. Ez értékesítésre kerül már valakire már akár délután a boltokba, de másnap reggel ez biztos, hogy ott van. A helyi vagy a környékbeli dolgozókat szoktuk felvenni ide, és próbálunk nekik egész évben biztosítani munkát, ezért foglalkozunk nem csak a szamócával, hanem más növényekkel is, hogy ki tudjuk a szezon teljesen húzni egész évben, hogy ki tudjuk tartani ezeket az embereket. Azért is ajánlom ezt a magyar szamócát, mert ez egy sokkal zamatosabb, sokkal lédúsabb, sokkal jobb ízű szamóca, és ezzel is támogatják a magyar termelőket, a magyar gazdákat és a magyar családokat, akiknek munkát tudunk biztosítani.